Újabb helyi különlegességeket tekinthetnek meg a kultúra kedvelők. Egy rendkívül érdekes kiállítás nyílt meg a Munkásművelődési Központban, amelyen Komli Tünde és Geréné Pásztor Mária festményeit tekinthetik meg a városlakók. A programról dr. Horvátné Lázár Gabriellával beszélgettünk a helyszínen. Hosszú évtizedek óta ismerem Máriát, gyakorlatilag a képzőművészeti tevékenységét nyomon követve több alkalommal is már lehetőségem volt betekintést nyerni ebbe a pompás ábrázolásmódban, amit ő képvisel, és gyakorlatilag a barátság és a közös érdeklődés vezetett ahhoz, hogy Máriának több kiállítás megnyitójára is nagy tisztelettel és szeretettel megkeresést kaptam. A megnyitót követően lehetőségünk nyílt beszélgetni Komli Tündével, aki bemutatta egyik kedvenc képét. A képzőművész a víz alatti világ csodáit szerette volna megmutatni az érdeklődőknek. Egyébként elég sok ideig készült, ez a legnehezebb képem különben, tehát ez 23 óra, amit belefektettem. Vannak azért könnyebb képek is, de itt azért sok alapot kellett adni. Komli Tünde művei mellett Geréné Pásztor Mária festményeit is kiállították. Mint a művésztől megtudhattuk, egészen fiatal kora óta érdeklődik a festészet iránt, de aktívan csak nyugdíjba vonulása után vágott bele az alkotásba. Én nyugdíj után elkezdtem festeni, mert bennem volt kiskorom óta ez a festészeti hajlam, meg a rajzolás. Ide jártam a Balcsai stúdióban, ifjú Kofán Károly grafikus művészhez. Egy vagy másfél év után elkezdtem festeni, autodidakta módon festettem tovább olajjal. Inspiráció az kiskorom óta, ahogy mondtam önnek, de hát tulajdonképpen nyugdíj után lett annyi időm, hogy belevessem magam a festészetbe. A színvonalas és tartalmas kiállítást a Munkásművelődési Központ folyosó galériáján tekinthetik meg az érdeklődők.